reggeli személy. Szentpéteri Nagy Richárd, jogász, politológus a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy megint eljöttél. Köszönöm a lehetőséget, jó reggelt kívánok. És akkor a miért nem bukik már meg a végre a kormány, végre az nyilván zárójelben, és ki mit gondol. Csökkennek a reálbérek, most itt éves alapon majdnem egy 7%-os csökkenést látunk, erről beszélgettünk az ING vezető elemzőjével, és aki azt is elmondta, hogy ez egy átlag, és nagyon sok olyan választópolgár élhet ebben az országban, akinél ez a csökkenés sokkal nagyobb, tehát jóval kevesebbet ér a pénze most, mint egy éve és mint két éve. Azt szokták mondani, hogy ez az, ami megszokott, meg kell, hogy látszódjon az aktuális, éppen regnáló kormányoknak a támogatottságában. Ez itt Magyarországon, mintha most nem történne meg. Szerinted se történik meg, vagy valamit nem látunk jól, és ha nem történik meg, akkor miért nem? Valóban egy ideje ez nem történik meg, hogy mikor fog bekövetkezni az, hogy a kormány népszerűsége csökkenni fog, azt majd meglátjuk. Minden esetre már lett volna alkalom, hogy csökkenjen a népszerűség, hiszen a Covid-válságot is kifejezetten rosszul kezelte a kormány. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az adataink síralmasak, szörnyűek, egyenesen tragikusak, és mégis a közönségünkben, hát a közönség szívében, ugye tulajdonképpen ez a kormány végtere is kedvező színben mutatkozott, úgyhogy valóban ez egy érdekes kérdés. Azt lehet mondani, hogy ugye egyfelől azt lehetne tennie egy kormánynak, hogy megpróbálja kezelni azt a problémát, ami fölmerült. Történetesen most éppen mondjuk az inflációt, majd esetleg rátérhetünk arra, hogy milyen eszközökkel, és a másik megoldás az, hogy nem foglalkozik ezzel, hanem megtalálja a felelőst, rámutat a felelősre, és akkor a közönségünk a természetéből adódóan a felelősséget kezdi, a felelőst kezdi negatív színben látni, és nem pedig a kormányt. Voltaképpen a dolog akkor nem oldódik meg, de megvan a felelős, és a népszerűség marad. Van egy nagyon egyszerű megfejtés, nyilván ez ennél sokkal, de sokkal összetettebb, hogy van az a fajta politikai propaganda, politikai kommunikáció, amit azért bőven volt idejük kiépíteni, és ez sok mindent felülír, de az a kérdésem, hogy mikor jön el az a pont, amikor már nem írja felül, hát előbb-utóbb szembe jön a valóság, mert el lehet mondani, hogy jó, az iskolában végül is elműködnek, végül is a gyerekemet van, aki tanítsa, az egészségügy hát omlik össze, de hát végül is ellátták az ismerősömet, volt, akit nem, de volt, akit igen. Tehát mindent meg lehet magyarázni, de amikor egy adott ponton már sokkal kevesebbet tudok venni a közértben, sokkal kevesebbet eszem, akkor ott már nem elég az, hogy szankciók, meg háború, meg unió. Lesz egy ilyen pont, vagy ha egyszer már 13 év alatt felépítették ezt a rendszert, akkor ez már elég nehéz ebből kiszállni. Igen, tehát eljöhet ez a pillanat természetesen. Az a fölismerés minden emberben megszületett, hogy az árak magasak, és ezért nehezebb a megélhetés, ez természetesen világos. Csak ezek a fölismerések nem adódtak össze egy kollektív negatív tapasztalattá. Ugye, ha az ember hazamegy és bekapcsolja a tévét, akkor azt hallja, hogy amúgy rendben vannak a dolgok. Én velem ugye mondja a polgár, én velem történetesen éppen nem, és akikkel beszélgetek, azokkal sem nagyon, de úgy általában jobban megy. Tehát, hogyha összeadódnak a negatív tapasztalatok, akkor ebből még lehet valami. De egyelőre ez nem látszik. Egyelőre éppenséggel az látszik, hogy működik az, hogy irdatlan, de korábban elképzelhetetlen mértékű indoktrinációval, propagandával, felelősségkereséssel, ellenséggyártással és az ellenség könnyű legyőzésével egyelőre a kormány újra tud lenni ezen a hangulaton, és nem pedig a problémán. Nem a probléma kezelése folyik, nem a par excellence kormányzás folyik, nem kormányzás folyik, sőt kormányzás nem folyik, hanem a kormányzás helyett látszott tevékenység, kormányzati tevékenységnek álcázott propaganda tevékenység folyik, és ez egyelőre hat. Nagyon jó kérdés, hogy meddig fog hatni, alig hanem a végtelenségig nem hat, hiszen a rendszer működésképtelen, az állam működésképtelen. Ez nyugodtan kimondhatjuk, minden eresztékében ereszt. Nincsen olyan alrendszere, amely jól működnék, a propagandát leszámítva. Ez így ebben a formában tarthatatlan, de a tarthatatlan rendszerek is fenntarthatóak jó pár évig, mint ahogy egyrészt a magyar történelemből, másrészt a nemzetközi tapasztalatokból ezt tudhatjuk. Nagyon sokféle választója lehet a kormánypártnak ma, akiknek a helyzetük nagyon különböző. Az világos, hogy azért az infláció az mindenkire hat valamennyire, de azért az szerintem, és kérdem, hogy szerinted is egy leegyszerűsítő válasz lenne azt mondani, hogy ez a fajta propaganda, azok a állítások, hogy nem a kormány, hanem helyette ki mindenki felelős ezért a romló gazdasági helyzetért, az mindenkinél ugyanúgy működik.
Közben meg nem látjuk azt, hogy mondjuk van egy réteg, aki ott marad, és még mindig fideszes, és van egy réteg mondjuk, aki meg, aki, vagy egy tömeg, aki meg már nem, és nem tudjuk így elkülöníteni. Azért nem, mert nála ez a válasz nem működött. Mindenkinek van valamilyen működő válasza a kormányzó pártnak, hogy a problémák ellenére miért jó még neki mindig, hogyha kitart, és örül annak, hogy ez a kormány a kormány. Igen, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy igen, voltak éppen mindenkinek van válasz. Hát a propagandában mindenkinek van válasz. Ráadásul a rendszer olyannyira kiépült, olyannyira mindennapjaink része lett, hogy kis tudással a közönségünk egy jelentős része nem is tud elképzelni másfajta rendszert. Ez kőegyszerűségű rendszer, nagyon könnyű igazodni hozzá, nagyon világosak a hatalmi viszonyok, nagyon egyértelmű, hogy hol áll az ember, és hogyan kell ott állnia. Úgyhogy ez egy egyszerű és megtanulható, könnyen elsajátítható a szocializáció során megtanulható azonosulás. Nem kell szeretni a rendszert, a rendszer nem is várja el, hogy szeressék, inkább arról van szó, hogy bizonyos morzsákat ad, különösen ideológiai morzsákat, mindenkülött ez úgy lehet magyarkodás tekintetében, egyfajta büszkeséget, ugye látszat büszkeséget biztosít a polgárok számára, és a megélhetési válságot egyelőre azzal kezeli, hogy ígérget bizonyos dolgokat, történetesen az infláció leszorítását az év végére, ugye egy számjegyűvé, és más területeken is mond dolgokat, de tulajdonképpen magát a kormányzást nem végzi. Egyedül talán a belügyminiszter végez valami nemi kormányzati tevékenységet, de éppen ő kapja a legnagyobb kritikákat az egyedüli emberként, aki voltak éppen a kormányzást végzi. Egy olyan pillanatban, amikor már az a néhány alrendszer, ami rá van bízva, az egészségügy és különösen az oktatás, azért mondom, hogy különös az oktatás, mert az oktatásban történtek kormányzati lépések, szemben az egészségügyel, ahol kevés lépés történt, éppenséggel a lehetőleg mélyebb válságában van, és ezt történetesen a belügyminiszter kezeli, jó-rosszul, de más nem is kezeli. A miniszterelnök minden esetre szónoklatokat szokott tartani, azt is jó-rosszul, többé-kevésbé rosszul, és ezzel foglalkozik voltak éppen. Ezt politikai kormányzásnak hívják a Fidesz hívei, valójában egy dilettáns kormányzással állunk szemben. Nagyon régi kérdés már, hogy milyen ügyek azok, amik ki tudják verni a biztosítékot. Nagy ritkán, mert általában azt látjuk, hogy semmilyen ügy sem tud elérni egy kritikus tömegszintet, de azért volt, hát az internetadó a klasszikus példa, de azért azóta volt rabszolgatörvény. Vannak néha ilyen-olyan fellángolások, de például az, hogy az egészségügy hogyan omlott össze, az szemlátomást még nem tudott egy ilyen nagyobb tömeget kovácsolni. Ezek tényleg teljesen véletlenszerűek, vagy van egy pont, amikor eljut az inger küszöb odáig, hogy most nagyon sok minden összegyűlt, most nagyon sok a feszültség, és akkor ezt artikulálja egyfajta ügyben, vagy van ebben valamiféle logika, hogy mi az, ami ellen tudnak így fellépni? Igen, ez is kitűnő kérdés, mert ez is azt mutatja, hogy egy ponton szokott az ellenkezés összpontosulni, és akkor kitörhet egy ellenállás, akár a rendszerrel szemben, és az internetadók már csak azért is kitűnő példa, mert szemben azzal a fölfogással, amelyet elemző kollégák vallanak, ez nem az internetadóról szólt, hanem a rendszerről szólt. Az első néhány másodpercben az internetadóról szólhatott, de a következő néhány percben, és az órában is néhány héten át ez a rendszerről szólt. A tüntetésen résztvevő képességgel azon csodálkoztak el, hogy mennyien vannak, és hogy másoknak is mennyire elegük van a rendszerből, nem az internetadóból, hanem az internetadó ürügyén, tulajdonképpen az egész rendszerből. Ezt tüntetésszervezéssel, politikai célok rossz kitűzésével, irreális célok kitűzésével az tüntetés szervezői megakadályozták, hogy tulajdonképpen ebből valamilyen politikai kibontakozás legyen. Az azonban fölvethető, hogy adott esetben elérhet egy olyan pontot az indoktrináció, amikor túlzásnak érződik. Hogyha valaki kipróbálja magán történetesen, hogy belehallgat ezekben a propaganda médiákban, akkor azt fogja tapasztalni, hogy ma már, most már, ebben az évben már a túlzás a legjellemzőbb rá. Tehát azt lehet mondani, hogy szemben azzal, amit sokan állítanak, hogy egy kísérletben ugye Amerikában történetesen kipróbálták, hogy a Fox News nézőit a CNN nézésére kényszerítették egy hónapon keresztül, hogy csak azt nézhetik, míg a CNN nézőit a Fox News nézésére kényszerítették, és egy hónap múlva már voltak éppen azt vallották a nézők, amit abban a hírcsatornán hallottak, és nem pedig a saját meggyőződésüket, ugye sikerült átalakítani egy demokráciában, hangsúlyozom. Nem demokráciában, nem is propagandával, hanem indoktrinációval, ez nyilvánvalóan sokkal könnyebb, azonban alig, ha nem elérhet egy olyan pont,
pontot, talán nem is pont ez, hanem mondjuk egy néhány hónapig tartó felismerés sorozat, amikor már egész egyszerűen túlzás, tehát a hazugságoknak van egy olyan mennyisége. Jelzem, ha a hazugságok kis mennyiségben jönnek, azok nem hatnak. Hogyha a hazugságok egy befogadható, tehát állandóan emészthető mennyiségben jönnek, az működik, és hogyha olyan túlzásban adagolódnak, ahogy mostanában látjuk, annak lehetnek veszélyei a kormányra nézve is, de még nem ezen a ponton vagyunk. Ha feltételezzük azt, hogy vannak, akik most még elhiszik azt, amit a televízióban hallanak, és majd egyszer nem fogják, de azt is azt gondolom feltételeznünk kell, hogy vannak a kormányzó pártnak olyan szavazói hívei is akár, akik egyébként nem hisznek el nagyon sok mindent, amit hallanak, és egyébként nem feltétlenül elégítik ki őket az a magyarázat, hogy a szankciók és Brüsszel miatt emelkednek az árak nálunk sokkal jobban, mint mindenhol máshol, ahol egyébként szintén vannak szankciók és szintén van Brüsszel. Valamilyen módon őket is a kormánypárt maga mellett tartja, vagy a legnagyobb részüket, és erre lennék kíváncsi, hogy szerinted ez az eszköz micsoda? Utáltál rá korábban arra, hogy nagyon könnyű nem igazán látni alternatívát és elfogadni azt, hogy a rendszer kiépült, és ebben kell valamilyen módon élni. Lehetséges, hogy egyébként a választópolgárok sokassága azt gondolja, hogy ez a kormány legalább nem omlik össze, elküldik a nyugdíjakat, kifizetik az embereket a kormányablakban, a gyereket be tudom vinni az iskolába, és ott legalább vigyáznak rá, ha már tanítani nem is tanítják. Mást meg nem látok, és akkor elégedetlenkedek otthon, hogy hagyjuk már hülye ársapkákat, semmi értelme, de azért, ha megkérdez egy közvéleménykutató, akkor nem fogom azt mondani, hogy most akkor már nem tudom hány év Fidesz szavazós után, most már nem őket szeretem. Igen, valóban így van. Tehát az alternatív a hiánya, ami nem magától adódik, hanem ugye a kormány tesz azért, hogy alternatíva ne lássék vele szemben. Ugye ez a kormány nem összeteszi a kezét és imádkozik, hogy nehogy véletlenül valamilyen ellenzéki alternatíva föltűnjön, hanem tesz azért, hogy ne tűnjön föl ellenzéki alternatíva, az oszd meg a uralkodj elvét, az ellenzék megosztását, aztán éppenséggel egyakolva tömörítését, az ellenzék néhány képviselőjének megvásárlását, másoknak megfenyegetését, és itt van mind bevetve, vagyis valóban nem látszik alternatíva, az az alternatíva, ami eddig kínáltatott, az az ellenzéki szavazók jelentős része számára nem volt akceptálható, gondoljunk csak a 2014-es választáson kínált alternatívára, a Mesterházi Attila kormányára. Erre a közönségünk egy része azt mondta, hogy ezt nem kéri, akkor inkább legyen a Fidesz. Gondoljunk a 2018-as választások kínálatára, az úgynevezett koordinált indulásra, szélkormányra, és így tovább, minket hallhattunk. Ez még nagyobb emberi őrültség volt voltak éppen, és a közönség része azt mondta erre, hogy ezt nem kéri. A 2022-es választásokról, a 2021-es ellenzéki előválasztásokkal elrontott 2022-es választásokról pedig talán ne is beszéljünk. Tehát valójában az a kínálat, ami itt a választásokon megnyilvánult, az nem volt akceptálható a közönségünknek egy jelentős része számára. A két választás között pedig mindig még föl-föl tűntek bizonyos alternatív lehetőségek, azok sose tudták igazán kiforralni magukat. Ennek számtalan oka van, morális okai vannak elsősorban, intellektuális okai ugyancsak vannak, és mondjuk hát ilyen politikai tehetség problémái is vannak. Itt rosszul voltak megválasztva a politikai célkitűzések, azok előbb a célok nem is voltak elérve, a tüntetések egytől egyik, egyetlen kivétel sincsen, mind rosszul voltak szervezve. Ott rosszat mondtak a közönségnek, és a közönség nem kapta meg azt, amiért kiment. Csak érdekességképpen emlékeztessük magunkat arra, nem, de hogy a 100-on felüli tüntetés, amint átéltünk, és amilyen részt is vehettünk, nem, de jó néhányan ezek közül, azok mindig úgy zajlottak, hogy a tüntetés célja az volt, hogy minél többen menjenek az utcára, és abban a pillanatban, hogy a tüntetés elkezdődött, a tüntetés célja az volt, hogy minél gyorsabban hazaküldjük az embereket, minél többen jöjjenek ide az utcára, és minél gyorsabban menjenek innen el. Lehetőleg ne érődjék el semmi. Lehetőleg ne fogalmazzunk meg semmilyen politikai célt, vagy ha megfogalmazunk, az vagy irreális, vagy önmagában is őrültség lett volna, és hogyha valamit mondunk a közönségnek, halljunk jól rosszul elmondott, többnyire rosszul felolvasott szónoklatokat, amelyek unalmasak voltak, és mintha színházban ezeknek tapsoljunk, vagy esetleg örüljünk, vagy nevessünk rajtuk, és talán szépen menjünk haza, mintha mi sem történt volna. Ezt természetesen meg lehet csinálni egyszer-kétszer, sőt 11-szer-12-szer, de lehet, hogy 101-szer-102-szer is, de hányszor ez megvalósult, az nyilvánvalóan nem vezetett sem erre. A közönségnek egy jelentős része nyilvánvalóan apátiában van. Nem látja az alternatívát,
köztünk szóval nincs is mit látnia, nem látja a cselekvés lehetőséget, köztünk szóval ugyancsak nincs is mit látnia ebben, úgyhogy ebben a gyönyörű helyzetben vagyunk. Egy olyan rendszert fogad tehát el a közönség, amelyet nem szeret, amelyet szívesen le is váltana, kutatások vannak arra nézve, hogy a közönség jelentős része úgy tartja, hogy a rossz irányban mennek a dolgok. És mégis ezen kormány uralma alatt kíván élni, mert az alternatíva még mindig inkább akceptálhatatlan számára, mint a kormány támogatása. Oké, akkor vegyünk egy optimális helyzetet, van alternatíva, és akkor megint előjön az a kérdés, ami már nagyon-nagyon sokszor előjött, hogy van ez a bizonyos kiépített rendszer, amiről mostanáig beszélünk, egy nagyon-nagyon jól kiépített, kidolgozott politikai propagandával, mással se foglalkoznak, mint hogy ez nagyon profin meglegyen, amely egy bizonyos szavazói kört évről évre, ciklusról ciklusra magáénak tud bármi is történjen. Ezzel szemben van egy ellenzék, amelyik próbál egy demokratikus politizálás, próbál egyfajta alternatívát szakpolitikával, mondom most egy optimális esetről beszélünk, szakpolitikákat felmutatni, hogyan tudja áttörni ezt a falat, amit ez a politikai propaganda képez. Igen, köszönöm, hogy ez is kitűnő kérdés, tehát hogy azt föltételezzük, hogy létezik olyasmi, ami nem létezik pillanatnyilag, föltételezzük, hogy ilyesmi létezik, és arra hogyan reagálna a közönség. Természetesen azt nem tudjuk, de mi el tudunk spekulálni azon, hogy erre mi történnék, alig hanem az történnék, hogy a közönség számára ez attraktív lenne. Csak hogy ilyen alternatíva már csak azért sincsen, mert hogyha vannak is, méghozzá szép számmal vannak, ma is szakpolitikai elképzelések, ezek nem jutnak el a közönség agyáig, de még a szívéig sem, hiszen nem szakpolitizálnia kell az ellenzéknek, hanem politizálnia kellene az ellenzéknek, az pedig láthatóan nem megy, méghozzá nagyon nem megy. Érdemes csak elgondolkodnunk azon, hogy hány ellenzéki pártunk van, a parlamentben hány ellenzéki frakció van, azoknak milyen társadalmi támogatottságuk van, a nagy részüknek semmilyen, nyugodtan mondhatom, nulla társadalmi támogatottság. Meg tudná nevezni az összesnek a frakció vezetőjét? Igen, tehát kitűnő kérdés valóban. Tehát hát ugye szoktuk mondani, százszor elmondtuk már akár itt is, hogy Karácsony Gergely saját maga mondja, hogy a saját anyukája nem tudja, hogy melyik pártban van. Már tudja, nagyszerű. Akkor köszönjük szépen. A közönségünk egy része azonban még mindig gondban van azzal, hogy megnevezze Karácsony Gergely pártját. De a frakciók, nem hogy a frakcióvezetők felsorolása, hanem a frakcióknak a felsorolása sem könnyű. Ezeket a különböző betűket, hogy LMP meg párbeszéd is, ezeket nehéz észben tartani. Ezek nem létező, nem egzisztáló pártok. A személyek természetesen léteznek. Ezeknek nincsen társadalmi támogatottság, mert hiszen a társadalmi támogatottság mérhető, és azt látjuk, hogy a közönségnek ezekre a pártokra nincsen szüksége, és mégis ezek a pártok vannak. Az ellenzéki előválasztások előkészülete során elérték azt, hogy ezeknek frakciójuk is legyen. Most van tehát 6 frakciónk, ezek közül legalább 4 voltak éppen nem létező, a maradék 2 egy kicsit létezik, az utolsó pedig nagyon is létezik, de nincs elismerve más ellenzéki szereplők által, hogy itt másfajta struktúrában kellene nekiindulni a következő, akárcsak önkormányzati vagy európai parlamenti választásoknak, nem szólva a következő országgyűlési választásokra. Úgyhogy strukturálisan rossz helyzet. A kérdésre válaszolva, tehát azt mondhatjuk, hogy még ha egy ilyen ideálisnak beállított helyzetet képzelnénk is el, amitől messze vagyunk, akkor is azt mondanánk, hogy nem szakpolitikákra van szükség. Az ellenzéki létben egyetlen előny van, és még az, hogy nem kell foglalkozni, nem hogy több száz vagy több ezer kérdéssel, hanem nem kell foglalkozni tulajdonképpen semmilyen szakpolitikával, talán kis párt esetében 1-2 kérdéssel, nagy párt esetében 3-4 kérdéssel is kész. Ugye kormányon lenni azt jelenti, hogy naponta 300-400 kérdéssel kell foglalkozni, ellenzékben pedig éveken át akár 3-4 kérdéssel is, hogyha nagy pártról van szó. Hogyha azonban politizálás, par excellence politizálás folyik. Tehát először is létrehozzuk azt a struktúrát, amelyen fel tudjuk venni a versenyt a kormánypárttal szemben, az egységes monolit kormánypárti többséggel szemben, és olyan hiteles vezetőket állítunk ezen struktúra élére, akik akceptálhatók, akik elfogadhatók, akik a közönség szívének és nem csak az agyának kedvesek, akkor már mindjárt előrébb vagyunk, tehát nem szakpolitikákról van szó, a kormánynak kellene szakpolitikai tevékenységet folytatnia, de nem folytat, az ellenzéknek pedig par excellence politikai tevékenységet kéne folytatnia, de ezzel szemben szakpolitikai tevékenységeket folytat, állandóan javaslatokkal gombázza a kormányt, amiről minden óvodás előre tudja, hogy semmi értelme és semmi eredménye nem lesz, még ha jó elképzelés is a jelentős része, de sok esetben nem is jó elképzelés. Ennek tehát
az égvilágon semmi értelme, de hogy miután ez 13 éve megy, én gondolnám, hogy azért előbb-utóbb valakinek ez föltűnnék, de úgy fest, hogy nem nagyon tűnik fel az ellenzéki szereplők számára az, hogy ez nem vezet sehova, de hát látjuk, hogy nem is vezetett sehova. Nem lehet-e az, hogy ahogy utaltál rá korábban, hogy a választópolgárok jelentős része elfogadta azt, hogy bár nem szeret ide, ebben a rendszerben kell boldogulnia, hogy ez a felismerés, ez az ellenzéki pártok, pártvezetők fejében is megszületett? Tehát, hogy a rendszeren belüli létezés és ennek a, hát ebből a lehető legtöbbnek a kihozása értünk ez alatt pozíciót, forrást, adott esetben azt, hogy én leszek a legnagyobb, legerősebb párt, értem ez alatt, hogy nekem lesz a legtöbb polgármesterem, aminek örülök. Mindez a rendszeren belül, mindez úgy, hogy nincsen kormány sem rendszerváltás, de elműködök, és alapvetően ennek a működésnek, az életben maradásnak a feltételeit kutatom, és ezért dolgozom. Ezért lesz aztán frakcióm majd megint, hiába mondott-e azt, hogy nekem támogatóim nincsenek, de ez más, mint amit te mondasz, vagy te hiányolsz az ellenzéki oldalról. Hát igen, a szavazók hiányolják, hogyha a szavazók megtalálnák ezt az alternatívát, akkor nyilván mögé sorakoznának, de nincs ilyen. Valóban. Ez a felismerés megszületett az ellenzéki vezetők fejében. Méghozzá nem most, hanem már a rendszer kiépítése előtt, 2006-tól kezdve ez már megszületőben volt. 2009-ben a jelentősebb ellenzéki figurák fejében már megvolt a kész elképzelés arra nézve, hogy hogyan lesznek a jövendő 2010-ben kialakítandó rendszernek az ellenzéke. Az ugyanis, hogy 2010-ben itt egy új rendszer lesz, az teljesen világos volt, mindenki tudhatta, leszámítva mondjuk a magyar sajtót, aki ezt valamilyen nem vett észre, és az ellenzék sem úgy beszélt, mintha erre készülne, pedig valójában erre készült, arra készült, hogy egy új rendszer lesz. Az új rendszer bekövetkezett 2010-ben, már rögtön a választás napján, ugye emlékeztethetjük magunkat, nem, de hogy a parlament alakul ülésen 2010-ben Orbán Viktor valamilyen okból kifolyólag felszólalt, és ott egy mert ugye amikor még nem volt sem miniszterelnök jelölt, de akár alig, hanem Orbán Viktori minőségében szólalt föl, és elmondta, hogy a két zavaros évtized után itt egy új rendszer jön, egy új politikai rendszer, mivel hogy egy fürke forradalom zajlott le, és a fürke forradalomban a közönség kifejezte akaratát, hogy a nemzeti együttműködés rendszerét kívánja létrehozni. Jó lett a közönségnek ilyen vágya nem volt, de minden esetre ezt mondták utólag róla, és ennek megszületett a nyilatkozata a Nennyi, és itt csak érdekességképpen jelzem, hogy ezen az alakulülésén, ahol a lehető legfontosabb mondatok hangzottak el a kiépítendő rendszerrel kapcsolatban. Ez az alakülülés úgy vonult be másnap, harmadnap az újságban, mint olyasfajta ülés, ahol mondjuk Vona Gábor gárda mellénye volt a legfontosabb jelenség. Nos, ez annyit mondhatnék tehát, hogy a közönségnek egy jelentős része nem vehette észre, hogy új rendszerrel van dolga, hiszen nem segített sem a politikai elemzők, siserehada, sem a sajtó, sem pedig az ellenzéki vezetők nem segítettek fölmutatni azt, hogy itt egy új rendszer van. A kérdésre válaszolva, tehát azt mondhatjuk, hogy az ellenzéki vezetők már 2006-7-8-9-ben készültek arra, hogy egy új rendszer ellenzékei legyenek, és egy rendszernek ellenzékének lenni aztánképpen kényelmes pozíció. Nem csak azért, mert fűtenek télen, és jó fizetést kapnak, és nem kell nehezeket emelni, hanem azért, mert voltak éppen, ahogy elmondtam, nem kell sok mindennel foglalkozni, azzal se kell kifejezetten szakszerűen foglalkozni, és nincsen felelősség. Mindig rá lehet mutatni a kormányra, amelyik a rossz dolgokat csinálja, mindig lehet mondani, hogy mi szeretnénk ugyan jót, de nem fogadják el, mindig be lehet nyújtani, nem úgy tudatjában, hanem százával, sőt, sok esetben ezrével is módosító indítványokat a teljesen akceptálhatatlan költségvetéshez. És ez a tevékenység folyik itt 13 éve teljesen értelmetlenül, és a közönség valamiképpen ezt kénytelen elfogadni, elhinni, akceptálni, hogy az ellenzéki politizálásnak ez a zsánere. Holott az ellenzéki politizálásnak különös egy rendszer ellenzékét tekintve nem ez kellene, hogy legyen a zsánere, hanem politikai tevékenységet kellene folytatni, reális célok megfogalmazásával és a közönség támogatását, a közönség aktivitását arra felhasználni, arra becsatornázni, amire érdemes. Így azonban hiteltelen szereplők állnak szemben egy morálisan is megbukott rendszerrel. Akkor vegyünk konkrét példákat, hogy mi az, ami hiteltelen, mi az, ami nem elég. Van például a DK az árnyék kormánnyal, konkrét kérdésekben konkrét válasz reakciókat adnak, eljutnak különböző lakossági fórumokra, ahogy ezt
úgy divatos szóval élve lemennek vidékre, ugye így szokták mondani a választások környékén, ők tényleg ott vannak. Van a Momentum, amelyik szimbolikus politizálást folytat ezzel a kordonbontással, van a két farkú kutyapárt, amelyik meg tudja szólítani a tényleg a fiatalokat, viccesek is, ott is vannak a kátyú betöméstől kezdve a különböző fontos ügyeken át mindenféle helyzetekben, és most elmondtunk három teljesen különböző politikai tevékenységet, mindegyikben van valamiféle előremutató dolog, és még sincs elég támogatottsága, mégsem elég ez ahhoz, hogy kialakuljon egy hiteles ellenzék. Igen, itt azért voltak változások az ellenzéki szavazótáboron belül, és méghozzá ez a folyamat egyértelmű, tehát a DK valóban egy 21. századi párt, emlékszünk talán ezekre a kifejezésekre, korábban az LMP-t például 21. századi pártnak nevezték, valóban a 21. században alakult, de még a nemzeti együttműködés rendszere képítése előtt, ugye éppenséggel még a Gyurcsány korszakkal szemben határozta meg saját magát. A DK azonban valóban egy új párt, amely kifejezetten a Momentumot is ide értem természetesen, és a kutyapártot is. Ezek a pártok, az általad említett pártok valóban ebben a rendszerben jöttek létre, ennek a rendszernek az ellenzékeként. Úgyhogy ezek jelentősebb formációk, mint a korábban említettek, amelyek voltak éppen kis túlzással nem léteznek. A DK valóban egy zöldmezős beruházás volt a semmiből, ugye ex nihilo jött volt a kép létre. Persze, hogy nem akkor született politikusokkal, hanem korábban megismert más pártokban politizált politikusokkal, mindenkit az MSZP-ben politizált politikusokkal jött létre, de azóta egyre népszerűbb és egyre szélesedik. Ez egy világos, hogy mostán van néhány hónap, amikor ez nem látszik, és néhány hónapban pedig jobban látszik, de a tendencia világos, ahogyan például az MSZP esetében a negatív tendencia, a fordított tendencia ugyancsak világos. A DK tehát nem is nagyon tehet mást, mint amit tesz, vagyis hogy a mai méretéhez mérten olyan dolgokat mond, és tesz, ami ebből a méretből, az ellenzéken belüli ebbféle pozícióból adódnak. Vagyis a DK szakpolitikai kérdésekben nyilvánul meg szakszerűen, és politikai kérdésekben is hallatja a hangját, és ugye a vidéki körútjával a reményt, ahogy a szlogenjük mondja, hozza el az embereknek. Ez a politikai helyzetünkben, és mondjuk így a történelmünknek ebben a szakaszában ez egy helyén való cselekedet, hiszen most még viszonylag hosszú idő van a következő választásig, a következő parlamenti választásig pedig még több. Itt fenn kell tartani tulajdonképpen azt az érdeklődést, amely a DK iránt megnyilvánul. A Momentum számtalan politikai hibát követett el az elmúlt két évben, nyugodtan mondhatjuk, itt napestig sorolhatnánk azokat a nem is egymásból következő politikai hibákat, amelyeket a Momentum elkövetett, de hogyha ezeket mind elfelejtenénk, akkor azt kell most látnunk, hogy a kordonbontás egy érdekes föllépés. Ha szabad két szót erről szólni, azt mondhatjuk, hogy ha egyszer bontódik meg az a kordon, az tulajdonképpen épp hogy csak fölkelti a közfigyelmet, de hogyha ez rendszeresen megtörténik méghozzá következetesen, akkor abból, megint így mondom, lehet valami, az azt jelenti, hogy fölkeltődik a közfigyelem még inkább a dolog iránt. És bizonyos fokig reális célkitűzés az, hogy valami nyereséget itt fel tudjon mutatni ez a mozgalom. Ha csak mondom, hogy mondjuk 5 méterrel odén megy az a kordon, már tulajdonképpen győzelemnek lehet beállítani. Itt tehát a következetesség és a fáradhatatlanság az a érték, amit érdemes felmutatnia ennek a mozgalomnak, hogyha kifárad, vagy nem következetes, vagy mást mond sok esetben, mint amit korábban mondott, az mondjuk veszélyt jelent. Ami a kutyapártot illeti, nemzetközi összehasonlításban is egy kifejezetten szellemes, kifejezetten vicces társaságról van szó, mindenkinek az elnökükre mondható ez, több alvezérekre talán kevésbé, de az elnökre mindenképpen. Ugye ez mindig valami válság jelenség, hogyha egy politikai rendszerben a pártrendszer úgy alakul, hogy ezek a protestpártok, ezek a viccpártok megerősödnek, az tulajdonképpen általános ítélet a politikai elitről. A mi esetünkben úgy áll a helyzet, hogy az egész politikai elitről egy általános ítélet mondatik ki a kutyapárt megszületésében, megnyilvánulásaiban is, ugyanakkor itt egy rendszerrel állunk szemben, egy morálisan elfogadhatatlan, és az országot kifejezetten rossz irányba, méghozzá rohanva rossz irányba vezető rendszerről van szó. Itt tehát a rendszer ellenzékeként érdemes lenne föllépni. A kutyapárt ebben voltak éppen bezavar, mert a kutyapárt egy demokráciában is
felmutatható jelenség, de itt nem egy demokráciáról van szó, hanem egy olyan represszív rendszerről, amelyen szemben politikai eszközökkel lehet föllépni. Vagyis, de ezek a példák is csak azt mutatják, nem, de hogy fragmentált az ellenzéki tábor, és a úgynevezett összefogás, vagy minden esetre, hogy így mondjuk egyfajta integráció egyértelműen a választók érdeke. A kutyapárt egyébként ez nem egy lehetséges válasz a rendszerben való működésre, tehát magyarán az, hogy leváltani nem tudom, akkor legalább megcsinálom azt, ami rossz, ahol te laksz. Egyébként a DK is, ha már leváltani nem tudom, akkor építek egy kisebb, de erős közösséget, ahol nekem a kedvencem például van egy DK-sok a konyhában Facebook csoport, ahol főznek a DK-sok együtt. Szerintem csodálatos, mert elmennek, beszélgetnek, jól érzik magukat, és utána finomat esznek. Én szerintem értem, hogy ebből nem lesz kormányváltás, de adott esetben politikai közösség az tud lenni. Igen, és tudom magamat jobban érezni. Ez egészen világos, és ez nagyon is kell. De a jó érzést, hogy más politikai közösségek is megadják azért. Kisebb mértékben, de, vagy méretben, de megadják. Itt azonban a cél nem a közösségépítés lenne, hanem az egy eszköz lenne ahhoz, hogy a rendszert leváltsuk. És a DK éppenséggel nem a közösségépítést tűzte ki fő célnak, hanem a közösségépítésen keresztül kíván eljutni a rendszerváltásig, és majdan a kormányzásig, amelynek a szakpolitikai alapjait éppenséggel ezeken a rendezvények egész tucatjával, most már több tucatjával teszi le. Úgyhogy itt megmutatkozik egyfajta törekvés, és ez a törekvés találkozik a választók elképzeléseivel, szándékaival, úgyhogy ez e pillanatban egy sikeres kísérletnek látszik, meglátjuk, hogy meddig fog haladni. Egyelőre úgy fest, hogy az ellenzéki vezető pozíciót a DK nem úgy átvette, hanem már évekkel ezelőtt egyértelműen elfoglalta. A más ellenzéki pártok vezetőiben ez a felismerés mondjuk még hát várat magára. A közönség soraiban ez a felismerés már megszületett, de a felismerésig a közönség eljutott. Már csak az a kérdés, hogy a nem ellenzéki választók vajon mit fognak szólni a következő hónapokban, talán években az ellenzéki tábor eme megváltozásához. Van itt egy nagyon konkrét ügy, az akkumulátorgyárak. Néhány hónappal ezelőtt itt ült Lakner Zoltán, és ő akkor azt mondta, amikor ez az egész botrány, nevezzük így, hát politikai botránynak mindenképpen nevezhetjük, elkezdett begyűrűzni, és már Debrecenben is elkezdődtek a tiltakozások, stb., hogy ez még egy nagyon fontos témája lehet az ellenzéknek, hiszen látjuk, hogy olyan településeken is van tiltakozás ez ellen, ahol egyébként hagyományosan Fidesz elkötelezett a lakosság, és nem lett. De egyébként te egyetértesz azzal, hogy ez lehetne egy ilyen kohéziós ügy, ami aztán összefogja az ellenzéki szavazókat. Igen, egyértelműen egyetértek ezzel, sőt, odáig menően is tudom ezt a fölfogást támogatni, vagy megtámogatni, hogy ez átnyúlhat az ellenzéki és a nem ellenzéki tábor közötti kordonon is, vagy vonalon is, vagy határon is, vagy árkon is. Ez az ügy megszólíthatja a kifejezett Fidesz szavazókat is, sőt, a Fidesz elkötelezettebb híveit is megszólíthatja. Ez ugyanis egy olyan ügy, ami nem hogy a unokáink hanem életét, hanem a saját életünket is érinti. Ez az életünkről, szó szerint a fizikai létünkről szóló kérdés. A vizeink, nem kell mondani, itt számtalan nem hogy egy-kettő, hanem százával sorolhatóan súlyos problémákat merülnek föl az akkumulátorgyártással. Ráadásul az akkumulátorgyártás ugyancsak a a dilettáns kormányzásnak egy megnyilvánulása, amely valamiből következett, amelyet korábban képzeltek, amely ugyancsak következett valamiből, amit korábban képzeltek, már eleve az első is rossz volt, nem beszélve a másodikról és a harmadikról. És egy ilyen helyzetben találjuk magunkat ebben az országban, mert a kormány ilyen helyzetben lavírozza a közönséget, és a közönség elemi erővel tudna tiltakozni, hogyha lenne, aki megfogalmazná, artikulálna ezeket a tiltakozásokat. Ezzel szemben azt látjuk, hogy az egyik zöld párt, jelzem két zöld párt van, gazdag ország vagyunk, nem, de két kicsiny, alig mérhető, nem mérhető, mérhetetlen, két kicsiny, mérhetetlen zöld párt van, amely korábban talán egy volt, vagy mindenesetre van egy közös gyökér, és lehet, hogy van egy közös cél, de történetesen az egyik zöld párt valamit mond az egyik helyszínen, egy másik zöld párt egy más valamit mond a másik helyszínen, egy harmadik kicsit
ugyanekkora méretű pártnak, ugyanekkora és ugyancsak ismeretlen képviselője valamit mond egy harmadik helyszínen. Kis tudásra még azt sem tudjuk, hogy azonnal az egyetlen, akár csak egyetlen napon, egyetlen hétköznapon hány egymáshoz hasonló, mégis bizonyos vagy különböző nyilatkozat hangzott el hány szereplőtől és hány párt részéről. Nyilvánvalóan, hogy csak ezt most így elmondtam, ezt a néhány mondatot, és még nem mondtam a további kritikáimat, már is mutatható, nem de kimutatható, hogy ebből így nem lesz semmi. Akkor lesz ebből valami, hogyha egységes erő lép föl, amely integrálja az egész magyar közönséget, a közönségnek azt a jelentős részét, hatalmas többségét, amely ellenzi az akkumulátorgyárakat méltán, és ez egy hangon megszólal, és ez az egy hang ismétlődik szerdán is, és csütörtökön is, és pénteken is, és világos célok jönnek, nem az egyik pillanatban ez, és a következő helyszínen egy másik, aznap délután egy másik tüntetés szervez délutánra az egyik város központjába valaki, utána sajtótájékoztatót szervez néhány óra múlva egy ország másik pontján, a külvárosban egy más valaki, és utána az akkumulátorgyárnak a földterületén összehív valamiféle megmozdulást, és nem tudom, plakátok kiragasztását, vagy szónoklatok elhangzását célozván egy harmadik párt, harmadik kicsiny embere, nyilván ezzel így nem mehetünk semmire. Ezt nem csak az ellenzéki pártok kritikájánaként mondom, ezt a kormány így találta ki, hogy úgy mondjam, nem minden pártban, de a legtöbb pártban, így mondom inkább, a legtöbb pártban ott vannak a kormány emberei, ha úgy tetszik, a kormány fizetett alkalmazottjai, ha úgy tetszik, vagy a hatalom képviselői, de ha nem lennének ott, mert néhány helyen nincsenek ott, a személyes emberi butaság, a politikai érzék hiánya, és a személyes, egymással is konkuráló ellenzéki ambíciók kiölik a kezdeményezés erejét, úgyhogy e pillanatban azt mondhatjuk, hogy azért nem lett ebből semmi, mert ilyen struktúrával nem is lehet belőle valami, pedig ebből valóban lehetett volna valami, hogy így mondjam. Hát lehet, hogy lehetett volna, de közben van egy település, Göd, ahol volt egy polgármester választás nem olyan rég, és ahol egyébként már van egy akkumulátorgyár, amit minden erről szóló tudósítás szerint annyira nem szeretnek a helyiek, hogy nem tudják eladni a lakásaikat például. Ki volt ott az ellenzéki polgármester jelölt? Hát pontosan, így van. Hát senki, kis tudásra szóval. Hát senki. Igen, senki. Na de még valamit a rendszeren belüli működésről, hadd kérdezzek tőled, Karácsony Gergely lakógyűléséről mi a véleményed? Hát vegyes véleményem van, de szerencsére teljesen mindegy, hogy nekem mi a véleményem. Kis tudással szólva, az is mindegy, hogy a közönségnek mi a véleménye. Ez egy kedves dolog. Én, ha szabad, de hát nem, ha csak az én véleményemet voltatok kedvesek kérdezni, én azt mondanám, hogy én egy jobb oldal, tehát én konzervatívként én úgy gondolom, hogy a demokrácia van az emberért, és nem pedig az ember a demokráciáért. Elsősorban elsőjén mindig az ember van, és én a liberális demokrácia, vagy az alkotmányos demokrácia híve vagyok konzervatívként természetesen. Ez a mondjuk a deliberatív demokrácia, a közönség állandó mozgósítása, megkérdezése, részvételi demokráciának különböző, sokszor nem bevált, de még egyszerűen beváló formáinál való kísérletezés, ez egy érdekes dolog, és hogyha nagyon ráérnénk, mondjuk egy olyan politikai rendszerben élnénk, ahol már csak ez lenne a probléma, én érdekes vita kérdésnek tartanám ezt a problémát. Itt a nemzeti konzultáció blöfére nagyon hasonlító, látszólag hasonlító eszközről van szó, de alapvető különbségek is vannak. Ugye egyfelől itt lényeges kérdések vannak megfogalmazva, és a közönség nem én, mert az mindegy, a közönség úgy érzi, hogy amit a közönség mondani fog, az lesz, vagyis a közönség elhiszi, hogy reálisan vagy nem, az mindegy, elhiszi, hogy ezek hiteles emberek, Karácsony Gergelyt is ideértve, és ezek valóban figyelembe fogják venni azt, amit a közönség mond, szemben a nemzeti konzultációk úgynevezett eredményével, amit előre meg lehet mondani, és úgy sem veszi senki figyelembe természetesen. Itt tehát a közönségben van egy ilyen hit, különösen a budapesti közönségben, hogy amit mondani fog, az beszámítódik, de ha nem mond semmit, akkor is voltaképpen be fog számítódni. Vagyis ez az eszköz, hogy tehát nem közvéleménykutatással kérdezik az embereket, hanem ilyesfajta eszközzel. Ez olyasmi, amit én, hogy mondjam, hogyha csak ez lenne az összes feladatunk a világon, akkor még hajlandó lennék elgondolkodni ezen a kérdésen. Érzemben, hogy számtalan más problémánk is van, azt mondanám, hogy történetesen én nem vagyok elragadtatva az ügytől, semmilyen hasonló ügytől, nemzetközi példák egész sorát lehetne mondani, nem lennék elragadtatva, de sokat nem árt, sokat sem nem is használ. Tehát mondjuk nem osz, nem szoroz,
aki szívesen észrevesz benne, nyugodtan vegyen részt. Kicsit bonyolult, mert ugye papíron kapja meg az ember a kódot, aztán online kell azt a kódot beírni és válaszolni, de legalább azzal a hittel teheti az a polgár, aki mozgosítható erre, hogy a véleményét biztosan figyelembe fogják venni. De azért egy kicsit arról szól ez az egész, nem, amiről már többször beszéltünk itt, hogy éljünk túl a rendszeren belül, a rendszer keretein belül, alkalmazzuk a rendszernek az eszközeit, és akkor egy kicsit nekünk jobb lesz, de amúgy a rendszer az marad. Valóban így van. Nagyon, nagyon köszönöm, hogy ezt mondod, mert tényleg valami ilyesmi az általános közérzet is. Tehát ez a rendszer van, unokáink is még ebben a rendszerben fognak élni, jelzem nem, unokáink nem ebben a rendszerben fognak élni. Ez a rendszer meg fog bukni, méghozzá... Na, mondj egy számot. Igen, lenyelem, amit akartam mondani, mindestre. A rendszer nyilván van működés. Először is, a rendszer nem kompatibilis az európai rendszerekkel, a rendszer nem működőképes, tehát nem képes szállítani, vagy hogy mondjam, nem képes adni, csak ideig, óráig. A rendszer önmagában, belső eresztékei miatt, inherens problémái miatt nem működőképes, nem életképes, tehát előbb-utóbb ennek a rendszernek vége lesz. A nagyobb baj az, hogy amíg oda jutunk, addig egyre rosszabb lesz, egyre represszívebb lesz a rendszer, és amikor oda jutunk, akkor is rosszabb lesz, mert az átmenet az még rosszabb lesz, mint maga a rendszer, nyugodtan mondhatjuk, tehát, hogy csak rosszakat tudunk ígérni, de minden a rendszernek előbb-utóbb végre lesz, de addig is valamiképpen élnünk kell. Ez a bizonyos konzultáció, vagy lakógyűlés is azt a célt szolgálja, hogy az emberek közéleti érdeklődése valamiképpen ki legyen elégítve, és bizonyos súlyos és a közt érdeklő kérdések be legyenek csatorázva, a közönség érezhesse, hogy a véleménye számít, de ha ez az eszköz nem lenne, a közönség akkor is érezné, hogy Budapesten igenis számít a véleménye. Ez a budapesti vezetés figyelembe veszi az emberek véleményét, az emberek egy részének a véleményét, lehet az ügyben harcolni, autósok és nem autósok, biciklisek és gyalogosok egymással szemben fölléphetnek, és lehetnek érveik pro és kontra. Ezek nagyon érdekes viták egy demokráciában, de láthatóan még egy nem demokráciában is érdekes. Lehetnek, csak hogy éppenséggel egy nem demokráciában vagyunk kénytelenek élni, és ez nem egy vigasztaló állapot. A rendszer lehetséges végéről, meg helyzetéről még egy picit a maradék 6 percünkben, hogy azért eltelt már 13 év, és hát legjobb tudásunk szerint 16 biztosan elfog ebben a rendszerben, és hogyha mondjuk még eltelne 4, akkor azzal a helyzettel fogunk szemben állni, hogy a rendszerváltás után volt egy 20 évünk egy rendszerben, mindenféle pártok versengtek, mindenféle alkotmánybíróságok azt mondták a kormányoknak, hogy ez úgy nem oké, és aztán meg egy másik rendszerben éltünk, vagy lehet, hogy fogunk élni ugyanannyit. Ezzel mit kezdünk? Hát, valamiképpen élni kell, tehát azért ma is kisütött a nap, és jó idő van, és örülünk, hogy tavasz van, sőt, már kis túlzással tulajdonképpen nyár, és a személyes boldogságunkat alig befolyásolja remélhetőleg a rendszer szörnyűsége és akceptálhatatlansága, morális züllöttsége, amelyben a rendszervezetőjének a bűnei már az égig érnek, de nem most már 2010-ben is az égig értek, és mégsem történik semmi. Tehát tulajdonképpen lehetnénk boldogok is, és voltaképpen talán mondhatjuk azt, hogy azok is vagyunk, amennyire erre képesek vagyunk emberileg. De a rendszer perspektíváját illetően azért érdemes tényleg elgondolkodni, nem tudjuk azt sem, hogy holnap mi fog történni. Jelzem, ha holnap valami történnék, ami kedvező lenne a rendszer lebontása szempontjából, az ellenzék történetesen nincs erre sem fölkészülve. Tehát valóban egyetlen pillanat egy szikra is bedöntheti az egész rendszer, de a fölkészültség hiánya azért látható, hogy meddig fog tartani, arra nézve azért azt mondhatjuk, hogy különböző embereknek különböző perspektíva van beígérve, hogy úgy mondjam, és messzire nem mennék, de a rendszer természetesen úgy működik, hogy érdekelté teszi a résztvevőit, a működtetőit a rendszer működtetésében, és az alsóbb szinteken más érdekek vannak, mint a legfelsőbb szinteken. A rendszer alvezérei, akik ugyancsak rendelkeznek személyes ambíciókkal, nyilván arra várnak, hogy majd akár a legfelsőbb pozíciót is elfoglalhassák, több ilyen van, ezek konkuráló törekvések, és ezek a törekvések,
alig, hanem úgy vannak kezelve, hogy az van megígérve, és akkor továbbra is passzívban beszélek, hogy ne kelljen alanyt mondani, az van megígérve, hogy azért, hogy 2030 után itt lehetnek akár ilyesfajta ambíció kielégítések is. 2030-ig azonban erről nincsen szó, ebből az következik, hogy a 2026-os választást a rendszer mindenképpen megkívánja nyerni, ugyanúgy, hogy a korábbi választásokat. 2026-os választásra minden erőforrás és minden erő mozgósítva és összpontosítva lesz. A rendszernek semmi más célja nincsen. Nem, hogy kis túlzással, hanem semmilyen túlzással szólva. Nem, hogy van más is, és ez az elsődleges célja. Nem, az egyetlen célja a 2026-os választások megnyerése. Az ellenzék tehát, mondjuk az ellenzéknek az a része, amely morálisan egyáltalán elfogadható, és amely nem a rendszer zsebében van. Már pedig ez egy kis része az ellenzéknek. De azért mégis hát létező emberekről van szó. Jó, hogyha ebből indulnak ki. A választások általában egy demokráciában arra valók, hogy a közönség meghatározhassa a kormányzás irányát a következő évekre, általában 4 évre. Egy ilyen autokratikus rendszerben a választások arra valók, hogy a közönség demonstrálja a kiállását a rendszer mellett, ugye? Arra azért rendezzik a választásokat, hogy a legitimitás megnyilvánuljék. Erre kell készülni 26-ban, és addig minden egy vektorként erre irányul, erre a 26-os dátumra mutat, úgyhogy így kell felkészülni. Ha mégis 26-ban változás lehet, ennek egyelőre kevés az esélye, de nem lehetetlen, hiszen a rendszer működtetői félnek, sőt rettegnek attól, hogy bekövetkezhetik a hatalomtól való megfosztásuk a választásokon. Az választások 2010 óta már nem szabadok és nem tiszták, mégis retteg a rendszer attól, hogy esetleg elveszítik a választásokat, vagyis nagyon különös. Történelmileg egy érdekes periódusban, korszakban élünk, amiről érdemes beszélgetni akár a Klubrádió reggeli műsoraiban is, de az biztos, hogy a 26-ra koncentrálódik minden erő, figyelem és erőforrás, vagyis pénz, úgyhogy egy ilyen elefánttal, egy ilyen leviatánnal, egy ilyen szörnyel, egy ilyen bibliai szörnyel kell küzdenie az ellenzéknek és a magyar közvéleménynek is. 2 percünk van, ez elég nehéz lesz 2 percben megválaszolni, de ugye 20 évről beszélünk, ez alatt a 20 év alatt felnőtt egy generáció, és most azt látjuk a fiatalokról, a magyarországi fiatalokról, hogy van egy egyelőre szűk réteg, amelyik mozgalommá szerveződik, tiltakozik, hallatja a hangját, van egy másik, kicsit talán jobban, nagyobban mérhető réteg, amelyik a kutyapárt oldalán elköteleződik különböző nagyon fontos társadalmi ügyek mellett, ugyanennyi fiatalt vonz majdnem a radikális szemlélet, és akkor van, ugye mi hazánk, és akkor van az a réteg, amelyiket nem érdekel semmi, mert úgyis majd érettség után elmegy, és külföldön fog tanulni. Mennyire tudunk építeni? 1 percet van. Igen, köszönöm, csak az elvándorlás nagyon nagy probléma, újból jelentkező nagy probléma. Tehát mindig is nagy gond volt, más közép-európai és kelet-európai országokról is elmondható ez. Magyarországról különösen elmondható, és az utóbbi néhány hónapban újból felerősödött az elvándorlás. Az elvándorlás szándéka pedig egyértelműen erősödőben van. Ez tehát nagyon komoly probléma. Talán az vigasztalhat ellenzéki érzelmű választókat, hogy ez a bizonyos magyarkodás, ez viszont nem megy. Tehát a propaganda működik, olyan ügyekben is működik, ami korábban elképzelhetetlen lett volna, történetesen Putyin támogatásának jelentős többsége van a magyar társadalomban, ez elképesztő, különös, furcsa jelenség, de mondjuk ez a magyarkodás mondjuk nem nagyon ment át. A fiatalok esetében egyáltalán a fiatalok szánalmasnak, sőt nevetségesnek, sőt kifejezetten röhelyesnek érzékelik ezt a magyarkodást. Látszik is a különböző szubkulturális megnyilvánulásaikban. A fiatalokra tehát lehetne építeni, hogyha ők lennének. Nagyrészt azonban nem állnak rendelkezésre, mert egyrészt elvándorlást terveznek, másrészt a politikusok, harmadrészt pedig olyan radikális mozgalmak szólítják meg őket, amelyek ugyancsak akceptálhatatlanok. Vagyis van potenciál a fiatalokban, de az ellenzéknek föl kell ismerni, hogy van potenciál a fiatalokban. Egy szóval válaszolhatsz, hogyha 2026-ban választáson legyőzik Orbán Viktort, amiről nem tudjuk, hogy ebben a rendszerben lehetséges-e, akkor az a rendszer végét jelenti. Vagy nem biztos. Hogyha olyan erővel, olyan hatalmas társadalmi támogatással győznék le a rendszert, ami pillanatilag még reményben sincsen, akkor a rendszer végét jelenthetné. Ha azonban kis többséggel, vagy nagy többséggel ugyan, de nem olyan hatalmas elánnal, akkor a rendszernek nem lesz vége, csak ideig óráig. Szentpéteri Nagy Rihárd, politológus, jogász volt kollégánk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.